Köszöntöm nézőinket! Ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jól mízelt az akác. A napraforgó hiánya miatt mesterségesen etetik a méheket. Összefogtak a gazdák. Közel 400-an adományoztak búzát a Magyarok Kenyere programban. Zajlik a felkészülés. Kemény időszakon vannak túl a Grosics Akadémia labdarúgói. Folytatódik a toborzás. A hétvégén 3 helyszínen lehet jelentkezni határvadásznak. A napraforgó nem, de az akác jól mézelt Békés megyében. Az aszály miatt a szakembereknek már egy hónappal hamarabb hozzá kellett fogniuk a méhek etetéséhez. Ez a nap híre. Egy jó termés sikerült a méhészeknek betakarítani. Amilyen sötéten indult az idei méhszezon, olyan kellemesen csalódtak a megyei méhészek, fogalmazott Árgyalán János. A repce ugyan nem, de az aszály és a fagykárok ellenére az akác jól mézelt még Békés megyében is. A napraforgót viszont megviselte a nagy csapadék hiány. Voltak olyan területek, ahol nagyon keveset tudtak pergetni a méhészek. Fejletlen volt a növény, kis szármagasság és napraforgó fejek voltak jellemzők. Az akács sem mindig mézel jól. Az elmúlt években a fagy az azért jelentősen sújtotta a megyei méhészeket. Tehát voltak olyan évek 2-3 évvel ezelőtt, amikor minimális pár kilót tudtak csapergetni. Az, hogy most az idei év ilyen volt, ez tényleg isteni szerencse. És hát ha a napraforgó tényleg így kiesne, ahogy említetted, akkor folyamatosan etetniük kellene a méhészeknek, hiszen nincs természetes mélegelő, a méhcsaládokat fenn kell tartani, és emiatt mesterséges etetésre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán családok túléljenek, illetve népesedjenek és át tudjanak terelni. Az aszály miatt hordás, természetes mélegelő nincs, ezért a szakembereknek már egy hónappal hamarabb hozzá kellett fogni a méhek etetéséhez. Emellé társul egy virágporhiány, amikor nem jutnak természetes fehérjéhez a méhcsaládok, és ezt is mesterségesen pótolni kell. Vannak virágporpótlók természetesen, sörélesztő, illetve virágporos cukorlepények, és emellett a szirupos etetés is, ami most ugye költségként minket is jelentősen érint, hiszen a cukorára 500 forint vagy a feletti kilónkénti áron van, úgyhogy jelentősen megterhel minket is ez a mostani válság. Árgyalán János kiemelte, az aszály ellenére az előző évekhez hasonló idén a méztermés. Emellett jelentős terhek vannak az infláció miatt úgy kaptáranyagban, mint az élelempótlás, valamint a méhek vándoroltatása esetében. A tavalyi 80 helyett idén közel 400-an adományoztak búzát a Magyarok Kenyere programban Békés megyében. Az aszály miatt a kukoricából nagy területen semmilyen termést, napraforgóból pedig közel 5 mázsát fognak betakarítani a gazdálkodók. Lassan véget ér a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlottak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek. A betakarítás után a gazdák elkezdték beszállítani búza adományaikat a megadott Békés megyei adománypontokra is. Kozsuk Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának elnöke kiemelte, idén a nagy aszály ellenére is meghirdették az új akciójukat. Ha többen adunk kevesebbet, akkor is több fog összegyűlni. Most körülbelül olyan 400 adományozónál tartunk, és körülbelül 250 mázsa terménynél, tehát a tavalyi terménynek sikerült úgy néz ki, hogy összejöjjön, és a 80 adományozó helyett az idei esztendőben 400 adományozó körüli adott a programba búzát. Idén komoly aszály kár érte a földeket. A veszteséget a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Aszály esetén a 15 napos határidő számításának kezdő időpontja az a nap, amikortól a károsodás első alkalommal észlelhető volt. Fontos az is, hogy a kárbejelentést a betakarítást megelőzően legalább 15 nappal meg kell tenni. A bejelentés nem csak a növénykultúra teljes egészére, hanem annak a részterületére is megtehető, sőt a kárbejelentést akár vissza is lehet vonni, akár a bejelentett terület egy részére is. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben a falugazdászok bejelentik a kárt, és utána kapják a határozatot a gazdák,
majd tudják tovább hasznosítani a területeiket. Az aszály kritériumai már sajnos teljesültek megyénkben, itt már ugye csak a károkat tudjuk bejelenteni, tehát azt kell bejelentjük, hogy körülbelül mennyi termést vár a gazdálkodó, de hát sajnos kukoricából nagy területen 0 kg termést fognak betakarítani a gazdálkodók, napraforgóból pedig 5 mázsa körüli termést realizálható, nagyon-nagyon alacsony az eddigi évekhez képest. Kossuth Kornél hangsúlyozta, nagy probléma lesz az, hogyha a jövőben is aszályos évek lesznek. Erre fel lehet készülni és vízmegtartó gazdálkodással, jobban odafigyelve, öntözés fejlesztéssel lehet majd termelni, de minden területet nem lehet öntözni. Vízmegtartó gazdálkodást is csak akkor lehet folytatni, hogyha a talaj csapadékot kap. Kemény időszakon vannak túl a gyulai Grosics Akadémia labdarúgói, hiszen volt olyan nap, amikor 2-3 edzésen vettek részt. Az akadémia infrastruktúrális adottságai egyre több csapat figyelmét keltik fel. Az edzőtáborozók mellett ide költöznek a gyulai Amazonok, a Végegyháza, és itt edz a Körös Ladány is. Eddig nem látott módon népesült be ezen a nyáron a gyulai Grosics Akadémia. A gyulai Amazonok 4 együttese mellett ide költözött, és itt játssza megye 1-es bajnoki mérkőzéseit a Végegyháza, illetve heti 2 edzés erejéig az MB3-ban jól induló Körös Ladány is otthonának tekintheti a létesítményt. A Grosics utánpótlás együttesei már július közepe óta folytatják a felkészülést. Nagyon jó edzéseken vagyunk túl, erőnlétben megvan a csapat. Hát a nyáron jöttek új érkezők, még egy kicsit össze kell kovácsolódnunk, de én bizakodva várom a bajnoki startot. Az elmúlt időszakban minden korosztálynál nagy hangsúlyt helyeztek a fizikai állóképesség növelésére. Bali István edző azt mondta, a tervezett munkát elvégezték, de az időjárás nem könnyítette meg a helyzetüket. Nem irigyeltem őket, mert végig közel 40 fokban kellett edzeni, és kőkemény munkát végeztek. Egy hétig bentlakásos rendszerben napi 2 volt, amikor 3 edzés is volt nekik tartva. Próbáltunk olyan ellenfeleket keresni, sikerült is a felkészülés során, akik magasabb korosztályúak, tehát idősebb gyerekek ellen játszottunk. Azt gondolom, hogy ha ezt folytatják a fiúk, akkor szép reményekkel megyünk neki a bajnokságba, sikereket fogunk tudni elérni velük. Az akadémia szakmai vezetője Kis János arra hívta fel a figyelmet, hogy a csapataik előtt álló időszak nem lesz könnyű, hiszen erős ellenfelek várnak rájuk, de összességében ez a fiatalok fejlődését szolgálja. Összes nagypályás bajnoki csapatunk, az U19, az U17, az U16 és az U15 az MLS régiós bajnokságaiban nyert besorolást. Mint már említettem több alkalommal, itt egy jóval nagyobb terhelésnek lesznek kitéve a gyerekeink, jóval több utazással, és úgy néz ki, hogy a bajnokság, minden bajnokságnak a színvonala így, hogy csökkentek a létszámok, erősödik. Ennek mi nagyon örülünk, mert tartjuk magunkat az eddigi dolgainkhoz, ami azt jelenti jelen pillanatban, hogy a nevelés, és természetesen ugye a legjobb játékosainkat, a kiemelt játékosainkat, akivel a Szarvas János foglalkozik, ő egyéni képzés keretein belül Szegedre tudjuk irányítani. A pontos sorsolás még nem ismert, de a grosicsos csapatok számára a bajnokság várhatóan szeptember első hétvégéjén kezdődik. A hétvégén is folytatódik a határvadászok toborzása Békés megye több településén. Már megkezdődött az első határvadászok képzése Orosházán. A rendőrség ugyanakkor a következő időszakban is folytatja a toborzást. A megyei főkapitányság munkatársai augusztus 19-én Békésen a madzagfalvi napokon, 20-án Gyomaendrődön a nemzetközi halfőző versenyen, és szintén nemzeti ünnepünk napján Mezőkovácsházán a kovácsházi napokon várják a hivatás iránt érdeklődőket. Sikeres és eredményes nyári évadot zárt a gyulai Várszínház. Rövid hírek következnek. Közel 2 hónapja június 24-én csendültek fel a Bang Bang klasszikus dallamai a gyulai várkertben. Az azóta eltelt közel 2 hónap alatt mintegy 50 programot valósítottak meg. Megszerveztek 5 fesztivált, melyek közül 2 zenei volt.
A 6 saját bemutató közül 2 kortárs magyar mű ős bemutatója volt. A csütörtök délutáni a Teátrum igazgatósági épületében megtartott sajtótájékoztatón Elek Tibor igazgató tolmácsolta a Művészeti Tanácsadó Testület szintén csütörtöki ülésén elhangzottakat, vagyis hogy eredményes és sikeres időszakot tudhat maga mögött a Várszínház. A programokra mintegy 10 000 néző váltott jegyet, de az ingyenesen látogatható rendezvények résztvevőit is ide számolva közel 20 000 ember vett részt valamelyik a Várszínház által szervezett programon. Elek Tibor emlékeztetett, tavaly azt mondta, nem lehet még egy olyan erős évadot megszervezni, ennek ellenére idén a nézőszám és a jegyárbevétel meghaladta a 2021-est, vagyis gazdasági és szakmai értelemben is sikerről lehet beszélni. Kúnya István alpolgármester is elégedetten nyilatkozott a mögöttünk lévő közel 2 hónapról. Elmondta, bíznak abban, hogy Elek Tibor 5 éves megbizatásának lejárta után is folytatja majd a munkát a Teátrum élén. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Művészeti és Társadalmi Tanácsadó Testület döntése alapján az idei évad után is 3 szakmai díj odaítélésére tesznek javaslatot a gyulai képviselőtestület felé. Síg Ferenc díjra javasolják Dér Andrást, az Apor Vilmosról szóló Mindenkinek mindene című darab rendezőjét. Havasi István díjat javasolnak Márkó Eszternek, a Tündöklője Romos rendezőjének, az Őze Lajos díjat pedig az Ifjú Barbárokban Bartók Bélát alakító Imre Évának szánják. Harmadik éve a Magyar Falu program segítségével végez útfelújításokat a Magyar Közút. Így több szakasz újult meg 2022-ben is. Térségünkben 4 új szakaszon dolgoztak a szakemberek. A munkálatok a Kötegyáni bekötő út mellett, Okány belterületét, a Szekalon víztű szakaszt, valamint a képeinken található Kötegyán mélykerék összekötő utat is érintették. A munkákat április elején kezdték, és augusztus 10-én be is fejezték. Az utolsó mozzanat a patkaépítés volt a Szekalon víztű szakaszon. A terv szerint 11 projekt készült volna el Békés megyében. Az emelkedő költségek miatt viszont csak 9-et tudtak megcsinálni, 2-t átütemeztek 2023-ra. Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósulhattak meg az állami, a Magyar Közút által kezelt utakon. Az országban idén eddig 523 kilométernyi úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal, és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek, tehát év végéig több mint 1000 kilométernyi útszakaszt érintenek majd ezek a munkák. Csütörtökön a Steigerwald tanyán rendezték a történelmi íjászvilágbajnokság távcéllövő versenyszámát. Itt 40-től 145 méterig lőttek célra a versenyzők. Ladover István siklósorral érkezett a világbajnokságra. 2015-ben kezdett el íjászkodni vadászreflexel. Elmondta, a távcéllövészet titka a sok gyakorlás. Fontos, hogy az izommemóriában meglegyenek a megfelelő távolságok, szögek ahhoz, hogy a lövés pontos legyen a pályán. Magyar Béla csak a távcéllövő világbajnokságon indult, kiemelte. Elsősorban nem az eredmény, hanem a közösség motiválja. 25 évvel ezelőtt egy csigás íjon keresztül ismerkedett meg a sportággal, majd a 2010-es évek elején kezdett komolyabban íjászkodni. Vett egy kassai íjat, majd lovas íjászattal, egy éve pedig távcéllövészettel kezdett foglalkozni. Vánki Sebastian a Magyar Íjász Szövetség elnöke kiemelte, Gyula immár 3. alkalommal méltó szintere a világbajnokságnak. Pénteken a távlövő programokkal folytatódik az esemény. A világbajnokság történelmi része szombaton a döntőkkel zárul. Egy hét alatt 917 új koronavírus fertőzöttet vettek nyilvántartásba Békés megyében a kormányzati tájékoztató központ adatai szerint, vagyis a múlt hetihez hasonló adat született térségünkben, legutóbb ugyanis 899 ember kapta el a kort. A járvány kezdete óta Békésben 59.727 ember betegedett meg a vírus által. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb kimutatása szerint országszerte stagnál a szennyvizek koronavírus koncentrációja. Békés Csabán a koncentráció emelkedett, a tendencia jelenleg stagnáló. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket az oltás felvételére kérik. Az oltás továbbra is kérhető a házi orvosoktól, a házi gyermekorvosoktól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon,
ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is el lehet menni. A kormány és az operatív törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoznak. A nyári kánikulában kiemelt fontosságú, hogy kisállataikra különösen odafigyeljenek a gazdák. A kutyák hőszabályozása ugyanis nem úgy működik, mint az emberé, hiszen ők a tappancsukon keresztül képesek izzadni, valamint lihegéssel tudják hűteni magukat. A nagy hő hatására nagyon gyorsan képes túlmelegedni a szervezetük, mely gyors lihegéssel, légszomiszerű tünetekkel, valamint hányással is járhat. Amikor a kutya már fekszik, erőtlen, bágyadt és nem bír mozogni, esetleg izomrángások is előfordulnak, abban az esetben érdemes felkeresni az állatorvost, ahol minél hamarabb el kell kezdeni az infúziós kezelést, a gyulladás csökkentők beadását, mert ez akár idegrendszeri károsodást is okozhat a négylábúaknál. Hűtéssel, odafigyeléssel és itatással azonban el lehet kerülni a hőguta tüneteit. Csordás Attila elmondta, nem csak a hőguta jelent veszélyt, hanem a gyomorgyulladások is, ugyanis gyomorrontásszerű tünetekkel nyáron gyakrabban fordulnak állatorvoshoz. Csordás Attila azt is elmondta, az utóbbi időben azt tapasztalták, hogy egyre kevesebb kutyát hoznak hőgutára utaló tünetekkel hozzájuk, valamint idén még egy olyan eset sem történt, amikor bent felejtették az ebet az autóban. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy nagyobb figyelem irányult a különböző hírközlő eszközökön a gazdák tájékoztatására, így tudják, mit kell tenni, hogy elkerüljék ezt. Új sportcsarnokot adtak át Békésen. Átlagos költési évet tudhatnak maguk mögött a térségünk tájain költő gólyák. Lapszemle következik. A legnagyobb, a legfrissebb, a legdrágább. Múzeumi legekből nyitott a kiállítás Békés Csabán, közölte a Beol. A gyűjtemény a 12 valamilyen szempontból leginkább különleges műtárgyból nyitott kiállítást. Átadták az új sportcsarnokot. Felépült és a közeli napokban ünnepélyesen átadták rendeltetésének a békési kézilabda munkacsarnokot. A békési újság tudósításából kiderült, a Fáy András utcában 1,1 milliárd forintból elkészített sportcsarnok célja mindenek előtt az lesz, hogy a békési kézilabda klub edzéseinek helyet adjon. Ünnep Csongrádon. Augusztus 14-én tartották a csongrádi Nagy Boldogasszony templom búcsúi ünnepét, írta a szegedcsanád.hu. A Szent Misén Serfőző Levente oktatási püspöki helynök korunk kihívásairól beszélt, és Mária életének kiemelkedő eseményeit állította példaként az ünneplő közösség elé. Átlagos évük volt a gólyáknak. 310 gólya per, csak nem 900 fiúkát nevelt fel, adta hírül a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A szakemberek úgy értékeltek, összességében átlagos évről beszélhetünk, az állomány tehát stabil. Szombaton megérkezik a régen várt enyhülés. Vasárnap kiadós esőt kaphatunk a nyakunkba, és a jövő hét első felén is gyakoriak lehetnek a záporok, zivatarok. Szombaton jó eséllyel megérkezik a hidegfront, csapadékra is számíthatunk. Hajnalban 21, napközben 32 fokra készülhetünk. Vasárnap erős, akár viharos szél mellett nagyobb esők is előfordulhatnak. A vasárnapi hőmérséklet 19 és 29 fok között várható. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jól mézelt az akác. A napraforgó hiánya miatt mesterségesen etetik a méheket. Összefogtak a gazdák. Közel 400-an adományoztak búzát a Magyarok Kenyere programban. Zajlik a felkészülés. Kemény időszakon vannak túl a Grosics Akadémia labdarúgói. Folytatódik a toborzás. A hétvégén három helyszínen lehet jelentkezni határvadásznak. A híradót látták. Most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi felületeinken és a gyulatelevizio.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket! További jó tévézést kívánunk!